Sziasztok, a videó eleje spoilermentes, amint jönnek a spoilerek, szólni fogok. Szóval megtörtént, befutott a Galaxis Őrzői 3, amihez James Gunn egy nagyon érzelmes lezárást ígért. Az első pozitív vélemények után én nagyon lelkesen ültem be a moziba, lássuk, hogy tetszett. A film nem húzza az időt, egyből megkapjuk a kis utalásokat arra, amit már évekkel korábban elmondtak, hogy ennek a filmnek a főszereplője Mordai lesz. Elég hamar beindulnak az események, és elkezdődik a film egyik legjobb eleme, a feszültség és az izgalom fokozása a nézőkben. Ezt elképesztően jól csinálja a film, végre lehet igazán izgulni a hősök miatt, végre van okunk félteni őket, és ez főként a promónak köszönhető, hiszen nagyon mentek a találgatások, hogy na vajon ki halhat meg, és James Gunn elmondta, hogy senki sincs biztonságban, így hát jogosan féltettük a hősöket. És ez is nagyon rádobott úgymond a film élvezésére. Magáról a főgonoszról lehet jót és rosszat is mondani, majd a spoileres részlekbe jobban belemegyek, maradjunk annyiból, hogy a bevezetése az viszonylag jó lett. Adam Warlock olyan lett, mint amilyennek ígérték, itt még egy ilyen fiatal karakter. Ha esetleg nagyon ki akarnék emelni valamilyen hibát, akkor az még az lehetne, hogy picit néha, mintha féltek volna meglépni néhány dolgot. De ezt meg tudtam bocsájtani, mert az érzelmi része így is tökéletesen működött, a film csúcspontja egyértelmű. Mordai viszont a legfontosabb kérdés, sikerült-e jól lezárni? A videó innentől spoileres, így ha zavarnak téged, akkor nyomd ki a videót, ha pedig nem, akkor további jó szórakozást. Szóval a történet, mintha egy picit ilyen kapkodósan indítana, nem igen részletezik ezt az evolúció mester és az Adam Warlock kapcsolatot, pedig a képregényekben elég jóba voltak egymással, bár történt utalás arra, hogy ez a filmekben másképp lesz, de ez egyáltalán nem probléma. Amit fontos még kiemelni, hogy Mordait és úgy az egész Galaxis Őrzői csapatot James Gunn nagyon közel hozta a nézőkhöz, ezáltal én olyan karaktereket, akiket eddig kevésbé bírtam, meg tudtam kedvelni, és értük is tudtam aggódni. Ez is nagyon sokat dobott a film élményen. A film két szálon fut, a múltban és a jelenben, és James Gunn belevisz burkoltan egy elég komoly témát, a zárjafaj elméletet és a koncentrációs táborokat. Ez adott valamennyi súlyt is úgymond a főgonosznak, meg az egész történetnek, tehát én azon se lepődtem volna meg, hogyha ez egy 16-os besorolást kap. Nem azért, mert annyira durva jelenetek vannak benne, hanem azért, mert a történet az azért eléggé komoly. Magának az evolúció mesternek a karaktere szerintem jobban működött akkor, amikor a múltban jártunk. A jelenben néha nekem már, hát nem mondom, hogy nevetséges volt, de nagyon fura döntései voltak. Szerintem többet is ki lehetett volna belőle hozni, viszont nagyon örülök annak, hogy ő nem egy filmes gonosz lett végül, mert hát nem halt meg. És ha már itt tartunk, én nagyon meglepődtem azon, hogy Mordai például életben maradt. Például az nagyon érzelmes lett volna, hogyha a műtőasztalon nem sikerül megmenteni őt, és az őrzők a bosszú utól vezérelve mennek az evolúció mester ellen, vagy mondjuk a végén körvonalozódott volna ki úgy Mordai története, hogy ő ugye nem tudta megmenteni Lailáékat, csak ő tudott megmenekülni, őket pedig megölték, most viszont ő menti meg a többieket, és ő áldozza fel magát, ami fantasztikus, hogy senki nem hal meg, mégis nagyon jól működik az érzelmi része a filmnek. Nagyon érzelmi hullámvasút az egész történet, egy-egy ilyen nagyon sötét, komoly jelenetek után jönnek egy ilyen picit ilyen felüdülős, poénosabb képsorok, és nem veszi el le egymástól a súlyát ez a két stílus, szóval ez is nagyon jól működött. Bár például Drexnél én azt nem értettem, hogy ennyire szétlövik és semmi baja nincs, tehát a készítők berakták, hogy így lőjék szét, hogy hát na, most akkor ő hát ha meghal, de úgy mégse lett semmi bajja. És a végén a külféle jelenetnél voltam már úgy, hogy én azért sejtettem, hogy itt már nem fognak senkit kiírni. Szerintem igazából ez nem is probléma, mert James Gunn ezzel okozott meglepetést, mert ő nem olyan lezárást ígért, mint amire a legtöbb ember számított, hogy hát majd kiírják a karaktereket. Nyilván tett rá utalást, hogy bárki meghalhat, de hát ez nem garancia, hogy meg fognak halni a karakterek, hanem ő inkább úgy gondolta, hogy a történet lezárása után új kívások elé állítja őket, ami azt eredményezi, hogy néhányan szétválnak. Mindegyik karakternek megvolt a maga drámája, Gamorának az, hogy nem találja a helyét, Quillnek az, hogy el kellett fogadnia, hogy hát ez nem az a Gamora, akibe ő beleszeretett, Drexnek és Mantisnek is meg kellett találni a helyüket, Groot volt talán egy picit így háttérve szorulva, de ő se volt rossz. Ami a csúcs és igazán kerekséget ad ennek az egész történetnek, hogy a végén Mordai is belátja, hogy ő igazából egy mosómedve. Úgy is hivatkozik magára, hogy Mordai a mosómedve. Innentől nyilván máshogy fog majd felállni a csapat, viszont biztos, hogy fognak még ezek a karakterek találkozni egymással, hiszen nagy részük egy bolygón maradt. Lehet, hogy egy darabig külön folytatódik néhányuknak a története, akár egy sorozatban, mert abban is lehet potenciál, de hát tudjuk azt is, hogy Quill nem sokáig lesz ott a földön, hiszen kiírták, hogy hamarosan visszatér. Szerintem Mantist is biztos látni fogjuk még, és szerintem egyébként az ő karaktere itt volt a legszerethetőbb, eddig se volt vele úgy problémám, de most kifejezetten megkedveltem őt is. Szóval ezt annyira nem lezárásnak nevezném, hanem inkább egy új kezdet
jelöl ki, de ha nagyon akarjuk, hívhatjuk egy lezárásnak. Én jobban örülök, hogy ezt így zárták le, mint úgy, hogy mészárlásba kezdenek és kinyírnak néhány karaktert. Nyilván az is úgymond érzelmes lett volna, és hát nem mondtam volna az miatt, hogy rossz a film, de én ennek úgy jobban örülök, mert így is megvoltak úgymond az érzelmes pillanatok a filmbe, mégis valamennyire happy endet kaptunk. Egy picit keményebb antagonistát hiányoltam, mert tökéletes választás az evolúció mester, viszont szerintem jobban is ki lehetett volna bontani, de az vigasztal, hogy nem egy filmes gonosz lett belőle végül, és vissza fog térni, bár nagyon nem tértek ki rá, hogy mi lett vele úgy a végén, valószínűleg bezárták valahova. Eden Warlock remek fényes jövő vár, nyilván vannak, akik csalódtak benne, én is egy picit többre számítottam, de aztán olvastam, hogy az írók mondták, hogy itt egy fiatalabb változatát fogjuk még egyelőre látni, meg hát igazából ez nem is az ő filmje, hanem itt elsősorban az őrzőkre koncentráltak, de Adam Warlock előtt is nagyon fényes jövő áll. Szóval igen, hamarosan érkezek egy videóval, hogy mi lesz a csapat jövője, ott bővebben belemegyek, hogy mi lehet pontosan az új felállás, mi lehet a régebbi tagoknak úgymond a sorsa, úgyhogy mindenképp írjátok le kommentből, hogy ti mit gondoltok erről, és hogy tetszett nektek a film. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép napot, sziasztok!